Tisztelt nézőink, szeretném Önöket arról tájékoztatni, hogy milyen kérdésekre keressük a választ majdani műsorainkban az elkövetkezendőkben. Összefoglalva arra, hogy mi okozza, hogy egy 1000 éves város ilyen állapotban van. Nos, akkor a kérdések. Elkerült a megyei bíróság Esztergomból. Miért? Ki a felelős? Az Alkotmánybíróság egyetlen kihelyezett ülése után már csak egy irodát tart fenn, majd végleg kivonult a Királyvárosból. Miért? Ki a felelős? Elköltözik az 1000 esztendős Szent István király által alapított érseki székhely. Miért? Ki a felelős? Esztergom egyik leghíresebb rendezvénye a Gitárfesztivál hová lett? Ezért is ki a felelős? Esztergom a fotósok városa volt, ma már nem az. Ki a felelős? Az alkotmánybírák Esztergomban teszik le az esküt az Aranybulla mellett, ahol Bihari Mihály, az akkori elnök kinyilvánítja, hogy szeretné, ha ez a továbbiakban is így lenne. Miért nincs ez ma már így? Ki a felelős? 2000-ben a Magyarországgyűlés augusztus 20-án Esztergomban ülésezett volna. Miért maradt el? Ki a felelős? Az északról Lengyelországból jövő autópálya az eredeti tervek szerint Esztergomnál lépte volna át a határt. Miért nem lett így? Ki a felelős? Esztergom nem kapta vissza a történelmi jogon járó megyei székhely címet. Miért nem? Ezért ki a felelős? Elakadt a Királyi Városok projekt. Miért? Ki a felelős? És jön a legújabb bejelentés, a Szent István díj ünnepségének elvitele más történelmi Magyarország területére eső városba. Miért? Hogy fordulhatott ez elő? Az alapítvány az elmúlt 15 évben egyébként nem kért támogatást Esztergom városától az ünnepség megrendezéséhez, működéséhez, ennek ellenére született meg a kényszerű döntés. Esztergomban úgy látszik, hogy csak lecsó főzésére van igény és támogatás, és ez bizony messze van az Európa fővárosa cím elnyeréséhez.